2005-ben, amikor átadták az új községházát, az akkori polgármester javaslatára kezdetét vette egy olyan rendezvény sorozat, amely mára a térség egyik meghatározó eseményévé vált. A Bogáti forgatagot idén már 15. alkalommal rendezték meg. Az akkor még egynapos rendezvény mára 4 napos fesztivállán nőtte ki magát. Igazából változni nem változott, mert mindig ugyanazt a felhőtlen szórakozást, a kikapcsolódást, a kicsiket és a nagyokat egyaránt megszólítani próbáltuk. Talán az, hogy mindig egy kicsit nagyobbra sikeredik, mindig egy kicsit többen vagyunk évről évre, mikor vége a rendezvények, mindenki megállapítja, hogy ez volt a legjobb, most voltunk a legtöbben, de ez évről évre így van. Az elmúlt 15 évben több mint 60 produkció fordult meg a Bogáti forgatag színpadán, köztük a Bikini, az Edda művek vagy a Neoton família. Idén pedig többek között Bunyós Pityu és Olá Gergő is szórakoztatta az összegyűlteket. Ezek a rendezvények, amelyek szórakoztatnak bennünket, ezek önkormányzati, illetve egyesületi pénzekből vannak. De meg kell, hogy jegyezzem, hogy az egyesületi támogatásokat azt a Fidesz kormány adja, és mi jó célra költjük ezeket. Tudnélik, megpróbálunk egy olyan ütőképes rendezvényt a térségnek lebonyolítani belőle, amivel több ezer ember jól jár. Az országgyűlési képviselő hozzátette, a Bogáti forgatag nem csak a szórakozást jelenti a település számára, egyfajta kitekintés is az ország helyzetét illetően, amelyről mindig jeles politikusok számolnak be a rendezvény ünnepi műsorán. Nyírbogát a délnyírség, keletnyírségnek a központja, a szíve. Mint ahogy látják, körbenézünk, itt több ezer ember fordul meg nap-nap után a Bogáti forgatag alatt. Az emberek itt megtapasztalhatják azt, hogy a nemzeti kormányunk milyen módon segíti a vidéket. Megtapasztalhatják azt a fejlődést, amit az elmúlt években ez a térség kapott a különböző létesítményeken keresztül, a sportintézményeken keresztül, illetve a kulturális rendezvények támogatása révén. A rendezvényen utazó vidámpark és kirakodó vásár várta a fesztiválozókat, de a Magyar Honvédség is képviseltette magát egy toborzó pont keretében. A 15. Bogáti forgatagról hosszabb összeállítást láthatnak a Túra Bakancs című műsorunkban.